Az álmom a településen, hogy ne legyen üres ház, minden házban családok éljenek, és hogy szeressenek itt élni az emberek, és legyenek büszkék arra, hogy Cikón élhetnek. Molnár Józsefné polgármester álma lassanként testet ölt. Az elmúlt években sokan gondolták úgy, hogy itt jó lesz élni, és megnőtt a betelepülő aránya. A tavalyi esztendő volt az első, amikor emelkedett a lakosság száma. Hogy nagyon sokan vásároltak a faluba ingatlant. Jelenleg nincs is nagyon eladó ingatlan a településen. Több nagycsaládos család költözött be hozzánk, aminek nagyon örültünk. Így teljes létszámmal működik az óvodánk is. Az iskolában is 116 gyerek jár jelenleg. Tavaly évben megtörtént az óvoda udvarnak a felújítása a Magyar Falu program keretében. Az idén szintén Magyar Falu program keretében az óvoda külső felújítása valósult meg. Külső hőszigetelést kapott az óvoda épülete, födémszigetelést, új tetőt kapott az óvoda, és napelemek kerültek felhelyezésre, ami megkönnyíti most az energia hatékonyságot. Így aztán itt szó sincs arról, hogy be kéne zárni valamilyen oktatási intézményt, sőt a tervek között egy bölcsöde megépítése is szerepel. Eredetileg az óvoda udvar alatt volna a kiszemelt helyszín, de a tervezés során kiderült, kicsi a hely. Így új lehetőség után indult a település vezetés. Egyelőre nincs véglegesen kijelölt helyszín, de az elképzelések között van a régi nagy kocsma épülete is, mely kihasználatlanul áll és az önkormányzat tulajdonában van. Az energiaválság, mint minden települést, Cikót is érinti. A könyvtár és a tájház épületét zártuk be, a sportpályán található épületet zártuk be. A kultúrház az működik, mivel ott a napelem kitermeli a fűtést is, meg az áramot is. Az önkormányzat épülete az működik, mert ott helyezkedik el a posta is, és az orvosi rendelő, valamint az óvodánk is működik. A már említett betelepítési folyamat azt is eredményezi, hogy a tervekben a lakók komfortérzetének növekedése is szerepel. Ebben elsősorban a járda és az útépítési program folytatása kapta a legnagyobb hangsúlyt. Az idei évben megvalósult még a Perccel utcának egy 207 méteres szakaszának a felújítása. Az iskola téren az iskolától a könyvtárig járda felújítás valósult, meg térköves járda készült, ami a mozgáskorlátozottaknak is jó, mert a benne található lépcsők kikerültek, és most végig térköves egyenes járda van. A jövőre tekintve Molnár Józsefné a település vízrendezését és a falu központjának a rehabilitációját, a belső úthálózat korszerűsítését tartja fontosnak. A vízrendezés tekintetében kész projekttel bírnak, és rövidesen a kivitelezés is megindulhat. Ugyancsak nyertes pályázattal bírnak egy Cikót Mőcsénnyel összekötő út megépítésére is.